A művelődési házban gyülekeztek a falu kislakói Atalában. A szabadtére tervezett műsorokat a rossz időjárás miatt bent tartották meg. A gyereknapi rendezvénynek Atalában is nagy hagyománya van. Atalában minden évben megrendezzük a gyereknapot, ugye május utolsó vasárnapjához kötődik. Én azt gondolom, hogy eddig mindig nagyon jó időben tudtuk megrendezni. Most egy kicsit ez az esős, borongós idő egy kicsit közbeszólt, de ettől függetlenül próbáltunk azért úgy tervezni, hogy be tudjuk hozni a gyerekeknek szánt programot a kultúrházba. A településvezetés minden évben próbál újdonságot csempészni a már hagyománynak számító kézműves programok közé. A gyerekeket egy egész délelőttös, illetve délutáni programmal is vártuk. Érkeztek a gólyalábas parasztkomédiások. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szuper kis előadást láthattunk. Délben ebéddel kínálták a résztvevőket, a gyerek szája kedvencei kerültek az asztalra. Ebédre várjuk őket egy kis pizzával, sütünk nekik egy kis palacsintát, többféle ízben természetesen, és hát a kézműveskedés az sem maradhat el, úgyhogy egész délután és délelőtt is kézműves programokkal is várjuk őket. Délután kézműves foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek, készültek többek között divatos csillámtetoválások, és az arcfestés is népszerű volt. A résztvevők lelkesedését még a rossz idő sem törte meg.